A rendelőintézet földszintjén 5 teremből álló 130 négyzetméteres rendhagyó kiállítás nyílt szeptember 16-án. Rendhagyó, hiszen egy különleges utazásra invitálnak minket, amin a lelki és testi gyötrődést egyszerre jelenítik meg. A különböző termek más-más témára világítanak rá, így átélhetjük azt, amikor labilissá válik lábunk alatt a talaj. A falak színei és motívumai mind a drogok hatását prezentálja. A szenvedés útját rajzolja elénk, amelynek végén ott lapul a megoldás, csak fel kell ismernünk és át kell élnünk. Az Albert Schweitzer Kórház vezetésének elsőleges céljai között szerepel, hogy hatékony prevenciós segítséget nyújtson a lakosság egészségének megőrzéséhez, ezzel is hozzájárulva a magyarság egészségi állapotának javításához. Ez a témájában és eszközeiben rendhagyó kiállítás elsősorban a felnőtteknek és a 14 évesnél idősebbeknek szól. Több iskolai csoport is jelentkezett már a programra. Ilyen jellegű élmények, ismeretek átadása nagyon fontos. Felkerestük a két járás valamennyi középiskoláját, nagyon-nagyon sok diák jelentkezett, tanárok jelentkeztek a kiállítást megnézni, illetve megismerni. Ez azért öröm számunkra, mert ez azt jelenti, hogy nem csak az érintettek, de akiket egyébként a hétköznapokban foglalkoztat ez a probléma, érdeklődést mutatnak a téma iránt, hiszen ez a célunk, hogy felkeltsük a figyelmet. Hogy én mindenkit én is arra bíztatok, ahogy főosztályvezető helyettes asszony, hogy vigye hírét ennek a kiállításnak. Én biztos vagyok benne, hogy szájról szájra fog ez terjedni, mert nem is gondolják, hogy itt az elmúlt hétvégén mi épült a mi szakrendelőintézetünk aulájába. Az élmény pedig meghatározó lehet bárki számára, hiszen nem csak azokat érinti, akik közvetlenül kapcsolatban vannak a drogokkal. Megerősíti a fiatalokat, azokat a fiatalokat, akik egyébként is távolságot tartanak a drogoktól, az elhatározásukban meg fogja őket erősíteni. Reméljük, hogy azok, akik kipróbálók, vagy foglalkoznak ezzel a gondolattal, hogy kipróbálják, őket gondolkodásra, egy más magatartásra, egy felelősségteljesen magatartásra fogja ösztönözni. Az ilyen programokra pedig egyre nagyobb szükség van, hiszen hazánkban nő a drogfogyasztók száma, és egyre erősebben törnek elő a designer drogok is. Kiemelt jelentősége van azoknak a programoknak, amit a köztes átmenetek is nyújt, amit egyébként évek óta támogat a tárca. Fontos ez azért, hiszen kiállítás segítségével megnézhetik nem csak a következményeket, az okokat, a különböző a kialakulás felé vezető tényezőket, de egyáltalán a szerhasználat, a drogos karrier alakulását és annak kimenetelét is. A kiállítás szakmai szerzői az elsődleges megelőzés legfontosabb szinterét, a család szerepének hangsúlyozását tűzték ki célként. A rendhagyó tárlat október 11-ig tekinthető meg a szakrendelő aulájában.